Sándor Prímadíjasok hangversenyével ünnepelte idén a Salgótarjáni Zeneiskola jogutódja, a Váci Gyula Művészetoktatási Intézmény megalapításának évfordulóját. A koncertet az első tanítási nap dátumához igazították. Ez az első tanítási nap 1956. január 16-án volt. És ez a hangverseny igazából úgy született meg, hogy annak idején Világ László igazgató úr találta ezt ki. Nagyon jó, szerintem, hogy ezen a napon, amikor az iskola beindult, konkrétan a tanítás, hogy csináljon egy ünnepi hangverseny minden évben rendszeresen, ahol magyar szerzők műveit adják elő. A fellépők Kis Péter zongoraművész és Pálfalvi Tamás trombitaművész volt. A salgótarjáni zeneoktatásból a világhír felé indult művészek mindegyike örömmel jött vissza, és bevallották azt is, hogy másfajta izgalom ezen a színpadon állni. Gyakorlatilag mindenki barát, mindenkit ismerek. Talán az egyetlen olyan helyszín, ahova az egész család el tud jönni. Magam előtt láttam, hogy jövök apával, és akkor próbáljuk ki a fúvókát, meg minden, úgyhogy hát azért ez egy életemnek egy hosszú és fontos szakasza volt, úgyhogy különösen jó most már a kisfiammal és a családommal idejönni, és újra színpadra állni. Pálfalvi Tamást elsőként Szabó István tanár úr vette szárnyai alá. Nagy öröm szerintem minden salgótarjáninak, hogy újra hallhatjuk a saját gyerekünket, úgymond. A tanszaknak is óriási élmény. Kis Péter, a másik fellépő, ma már a Zeneakadémia professzora. Ő Somogyi Zoltáné tanítványa volt. Amikor gyerek voltam, akkor nekem nem volt zongorám nagyon sokáig, és ezért én gyakorlatilag itt laktam ebben az épületben. Úgyhogy, de volt szekrényem, meg volt kis cuccom, a tesi cuccomat itt tároltam, amikor ilyen gagarinos voltam, úgyhogy tényleg úgy volt úgy, hogy reggel a portással nyitottunk, és a portással zártunk este 9-kor. Úgyhogy nekem ez egy nagyon fontos épület, és egy nagyon fontos időszak az életemben. Úgyhogy én nagyon szeretek játszani itthon emiatt. A megalapítás évfordulójára igazított hangversenyek sorozata egy időre megszakadt, de most újra felelevenítették, és szeretnék folytatni ezt a hagyományt. Én ki is gondoltam a folytatását ennek a hangversenynek. Ugye a 2020-21-es tanévben fogunk igazából jubilálni, akkor lesz a 65. tanévünk, és már a most fellépő két fiatalemberrel beszéltem is, hogy írják be naptárukba. Mert ugyanezt a hangversenyt akkor is megrendezzük, és akkor is szeretném az összes junior prímadíjast meghívni. Most öten vannak, de lehet, hogy addigra lesznek többen is.